A kineziológiáról, homeopátiáról, ingáról, akupunktúráról, talpmasszásról, jogáról még nem esett szó. Közvetlen környezetünkben is igencsak sokan vannak, akik élnek ezekkel a lehetőségekkel. Sőt, ugy, ugyan nem a mi egyházmegyénkben, de van olyan papismerősöm is, aki jogázik, homeopátiával, természetgyógyászattal, biorezonanciával, gyógyfüvekkel foglalkozik, az előző adásban megállapításra került, hogy fűben, fában orvosság. Hát ugye ez eddig rendjén is van, de hol van a határ? Mikor kell azt mondani, hogy eddig és nem tovább? Hiszen a természetgyógyászok egyszerre teákat, homeopátiás bogyókat ajánlanak, bármi bajjal hozzájuk fordulunk. Ezek nem kémiai anyagok. Akkor mi a baj velük? Vannak a hívők között, akik vaklátóasszonyhoz járnak, hogy testi bajaikra gyógyírt találjanak ők is a természetes dolgokat ajánlják a bajokra. Mik tehát, mi, mit lehet ezzel a felfogással szemben tenni? Hogyan lehet őket letéríteni erről az útról? Kell egyáltalán ezeket az embereket figyelmeztetni, hogy nem a helyes úton járnak? Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Sokféle kérdés elhangzik itt, Egyesével próbáljunk a különböző kérdésekkel foglalkozni. Az első téma, ami fölmerült, az a kineziológia. Kinesis, ez egy görög szó, azt jelenti mozgás. Ennek a fajta terápiának a föltalálója 1964 táján egy George Goodhart nevű amerikai csontkovács volt, tehát egy ilyen foglalkozású ember, aki különböző csont fájdalmakkal, derék fájdalmakkal foglalkozott, masszírozással egyébben próbált ezeken segíteni. És ő arra jött rá, hogy ha az egyik izom begörcsöl, megfeszül, nagyon fáj, akkor néha az ellentétes izom, ami ezzel ellen tartana, az nagyon-nagyon gyenge. És emiatt görcsölbe, emiatt feszülbe a neki megfelelő másik izom. Tehát foglalkozni kell nem csak a begörcsölt izommal, hanem a, a neki megfelelő izom izompárral, amelyik nagyon-nagyon gyönge. Ez volt az ő alapfölismerése, és ez alapján dolgozza ki a kineziológiának a különböző eljárásait. Később arra is gondol, hogy az izmokból le lehet olvasni egy embernek a különböző bajait, betegségeit. Azt mondja, hogy vannak úgynevezett bekapcsolt izmaink, amelyek erősen reagálnak, és vannak kikapcsolt izmaink, amelyek gyengén reagálnak. És hát később azt is mondja, hogy a testnek az energiái különböző pályákon futnak. Ezeket meridiánoknak És nevezi, azt mondja, hogy van egy belső energiapálya, ami főleg a belső szerveket látja el energiával, és van egy külső, ami elsősorban az izmokat e, látja el energiával. És azt szerint, hogy az izmok hogyan feszülnek meg, illetőleg e, erősen vagy gyengén reagálnak, ő egy diagnózist állít föl, és foglalkozik azokkal a pontokkal, ahol gyengeséget lát, aminek az oka a kevés energia. Ezeket próbálja ő különböző módszerekkel korrigálni. Sokfajta módszert ismer a kineziológia, torna gyakorlatok, masszírozás, pozitív gondolatok, de ö, például a módszerekben vannak az úgynevezett Bach cseppek, és Magyarországon így szoktuk kiejteni. Egyébként ez egy brit orvosnak, Edward Bécsnek a találmánya 1930 táján. Ő eredetileg homeopátiával foglalkozott, és aztán ö, elkezdett virágokból kivont oldatokkal gyógyítani. A homeopátiának rengeteg fajta szere vagy folyadéka van, a bakcseppeknek 38 fajta ilyen virág aromája van, amit vízbe, alkoholba hígítva árulnak. Különböző betegségekre másfajta virágból készítettő ilyen oldatokat hogy melyik virág oldat mire jó, ezt nagyon ösztönösen találta ki, sétálgatva úgy érezte, vagy meglátta a virágot, milyen kinézete volt, milyen a lelőhelye, vagy e, megszagolta is, és innen gondolta, hogy ez esetleg erre a betegségre lehet jó. Ilyen módon születtek, tehát ezek a Bach cseppek. Talán még annyit teszek hozzá, hogy a kineziológiának egy mellékes oldal ága azt állítják, hogy az embernek van látható aurája, legalábbis bizonyos embereknek. Vagyis az energia nem csak a testében van, hanem bizonyos embereknek a testén kívül is. És ezt néha lehet látni. Mit mondhatunk a kineziológia kapcsán? Egyrészt az, hogy nyilván, ha az ember tornászik, vagy masszírozzák, vagy jó gondolatai vannak, ez nem egy rossz dolog, és ez valóban segít. Tehát ha testünket mozgatjuk, vérkeringésünket esetleg pesdítjük ilyesfajta masszírozásokkal, vagy elmélkedünk, gondolkodunk a isten szeretetéről, az élet értelméről, ezek mind nagyon jók. Tehát ezzel önmagában nincsen semmi probléma. Nyilván a problémák akkor kezdődnek, egyrészt, ha valaki ezzel a gyógymóddal akar minden betegséget vagy komoly bajokat meggyógyítani, és emiatt elmulaszt más nagyon szükséges gyógymódokat. És esetleg ennek ö, tragikus következményei lesznek. Egy kicsit az is vele a baj, hogy egy öngyógyításra tanít. Tehát, hogy a magam gondolatával, magam ügyességével próbálom az energiákat önmagamban megfelelő módon vezetni. Nyilván ez a tanítás a meridiánokról és az energiákról, ez egy abszolút megalapozatlan és tudománytalan állítás. Ugyancsak a bakcseppeknek az, az adagolása nyilván semmifajta tudományos vagy objektív alapja ennek a fajta gyógymódnak nincsen. Ha valami hatása van, ahogy a múltkor említettük, ez az úgynevezett placebo hatás, olyan gyógyszernek is van hatása, amiben semmilyen gyógyítóanyag nincs, csak a beteg úgy gondolja, hogy a gyógyszert kapott, és nyilván a saját lelki ereje, a gyógyulni akarása, a pozitív gondolata is hatnak a testére, és ilyen módon kisebb javulást okozhatnak. A látható aura kapcsán hadd jegyezzem meg azt, hogy a kereszténység is mond valamit kicsit talán hasonlót, akár amikor a szenteket így ámberázoljuk, hogy van a fejük körül egy különleges fény. Valóban vannak emberek, akiknek óriási kisugárzása van. A saját életemben leginkább egyszer éltem át ilyet, mégpedig amikor Teréz anya, kispap voltam mégis és teljesen váratlanul, mert a repülő járat, amivel menni tudott, sokkal később indult, mint ahogy gondolták mindenfajta előkészület nélkül a reggeli szemináriumi szentmisénken megjelent. Hirtelen belépett, és azt éreztem, hogy úgy hirtelen felizzik a levegő. Egy alacsony törékeny csuparánc apácsa jött be, de hirtelen az egész levegő izzott, tehát fantasztikus ereje és kisugárzása volt az ő lényének. A kineziológia által feltételezett aurával szemben azt jegyezném meg, hogy az ilyen lelki kisugárzást nyilván nem a kineziológus fogja látni. Ez sokkal inkább a hívő ember érzi a hitével az abban az emberben jelenlévő különleges isteni erőt. Fölmerült itt emellett témaként a homeopátia és ennek is röviden elmondanám a történetét és a hatásmechanizmusát. A felfedezője Samuel Hahnemann 1796 táján. Ő főleg a maláriának a gyógyítását kereste, és kininnel gyógyították abban az időben a maláriát, egyébként mind a mai napig ez az alap módja illetve megelőzési módja, én magam is voltam Afrikában, és ilyen tablettákat adtak azért, hogy az ember a maláriát nem, ne kapja el. És ő miközben ezt a betegséget próbálta kezelni, arra jött rá, hogyha kinint adnak egészséges embernek, akkor maláriához hasonló tünetei jönnek ki. A kinin egyébként egy nagyon erős gyógyszer és nagyon sok káros mellékhatása van, például vakságot okoz hosszú távon. Tehát erre jött rá, hogy a kininnek egészséges emberekbe beadva nagyon érdekes és maláriához hasonló tünetei jönnek elő, ilyen fajta hatása van. És éppen ezért azt gondolja, hogy a hasonló a hasonlót gyógyítja. Tehát egy, egy betegséget valami hasonlóval kellene meggyógyítani. Ez az alaptézise a homeopátiának, innen is van a neve, Homolyosz azt jelenti hasonló, hasonlóval gyógyítani. Utána arra is, arra megállapításra jutott, egy alkalommal szekéren vitte a gyógyszert, amit ő alkalmazott, és az megrázta a gyógyszert, és ő azt gondolta, vagy ezt tapasztalta, hogy akkor hatásosabb. Illetőleg néha hígította a gyógyszereit, és ezzel is azt tapasztalta, vagy azt gondolta, hogy hatásosabb. Később azt tanította, hogy a különböző gyógyszerei, amelyek a betegségeknek valami fajta anyagát hígítják, ezek információt visznek át az anyagba. Tehát ő belecseppent, nem tudom, egy nagy mennyiségű vízbe egy kicsike hatóanyagot, az valamilyen módon átkerül az információ ebbe a vízbe, és ilyen módon hatékonyá válik. Így születik meg tehát a homeopátia módszere. Mára a módszernek az alap lényege az, hogy egy hatóanyagot tízszeresen, százszorosan hígítanak. Először is annyira hígítják, hogy a végeredményben igen gyakran egyetlen molekula sincs már az eredeti anyagból. Tehát vegyész Mindenfajta módszerrel és mikroszkóppal semmi különbséget a szintiszta víz és elközött a hatóanyag között nem tud kimutatni. Ezt a hígítást úgy hívják, hogy potenciálás, és utána rázzák vagy dörzsölik, ezt így hívják, hogy dinamizálás. Vannak olyan iskolája homeopátiának, amelyek abban hisznek, hogy Bibliához ütve kell dinamizálni vagy is rázni ezeket a szereket, és ilyen módon lesz neki különleges hatásuk. Tehát kicsit ilyen varázsláshoz hasonló elgondolások vannak mögötte. A szereket különböző betegségekre vagy helyzetekben ajánlják. Vannak külön szerek testi bajokra, külön lelki bajokra, gyenge betegnek beadandók, elsősegélyként beadandó szerek. Megint csak a kísérletek azt mutatják, hogy a placebo hatáson túl nincsen kimutatható hatása a homeopátiának. Tehát ugyanolyan, mintha egy hatóanyag nélküli tablettát adnának be valakinek a kórházban. Semmifajta kísérlet nem tudta eddig igazolni, hogy egyéb hatása lenne. A placebo hatás tud segíteni például fáj krónikus fájdalmak. Esetén. Ha a beteg meggyőzi magát arról, hogy ő gyógyulófélben van, akkor kicsit jobban viseli a fájdalmakat. Szorongás, depresszió esetében is tud kicsi megkönnyebbülést adni. Megint csak a negatív ö, gondolat, vagy az egész mögött egyrészt egy teljesen tudománytalan módszerről van szó, eléggé homályos. Ennek az eredete nagyon furcsa dolgok is keverednek bele, mint a Bibliához ütött kémcső. És hát megint csak óriási baj, ha emiatt valaki ténylegesen gyógyító beavatkozásokat elmulaszt. Hadd tegyem itt azt hozzá, hogy ezek a módszerek régen keletkeztek, olyan időkben, amikor nagyon vad gyógymódok is voltak, mint például magas vérnyomás esetén érvágás vagy hányatás, vagy, vagy ehhez hasonló furcsa gyógymódok. Tehát volt egyfajta tiltakozás is a túl drasztikus és túl kegyetlen gyógyítási módszerekkel szemben. Ez is az egyik oka ezek a különleges új módszerek kialakulásának. És egy szót hadd mondjak a látó emberekről is. Ez, hogy látó ember, ez a megfogalmazás a Bibliában is szerepel, akár profétákra is használják, például Sámuelt, így a Biblia, hogy látó ember. És nyilván ennek a fajta jelenségnek, hogy valaki valamit megérez. Ennek van természetes alapja. Például van olyan, hogy egy édesanyja, ha gyerekével baj történik, egyből megérzi, abban a pillanatban. Vagy van, hogy egy gyerek jön haza iskolából, valamit letagad, bántották, rossz kedvű, egyest kapott, hazudik valamiben, az édesanyja általában egyből megérzi, hogy itt valami nem stimmel. Tehát van egy természetes emberi érzékenység ezzel kapcsolatban, különösen is közeli kapcsolatok esetében. Sokkal problémásabb az, amikor egy lát, úgynevezett látó ember azt állítja, hogy ő egy elhunytal kapcsolatba tud hozni ami nyilván ilyesfajta módon abszolút nem működik, ami mi a lehető elítéli, az elhunyt egy emberi személy. Tehát nem egy tárgy, nem egy dolog, ami olyan módon megnyitható lenne, mint egy, egy edény, amiből csak úgy ömlik a folyadék, hanem ő egy személy akkor közöl valamit magából, amikor ő azt akarja. Egy elhunyt személy alapvetően nem létesít kapcsolatot a földön élőkkel, mert ő az, öröki, az ő élete beteljesedett. Ő az Istenben van, és csak akkor létesít kapcsolatot a Földön lévőkkel, ha az Isten esetleg ilyen küldetést ad neki, ahogy ez nagy szentek vagy a Szűzanya esetében, rendkívüli esetekben megtörténik. De alapvetően nem, hanem csak az imádság által, ahogy közben jár értünk, a áldását, segítségét, az Isten szeretetének a közvetítését, felénk gyakorolja, ilyesfajta módon kapcsolódik a földi világhoz. Nagyon nagy baj, ha valaki ilyesfajta látó embereknek a tanácsa alapján döntél az életen nagy kérdéseit. Ismertem például olyan embert, aki ilyesfajta módon döntötte azt el, hogy valakihez feleségül menjen, vagy pedig ne. És óriási tragédia lett a házasságából rengeteg boldogtalanság és rengeteg sebb. Nyilvánvalóan, hogy a saját döntéseit az embernek nem valaki más mondva csinál tanácsai alapján, a látó embernek vagy látó asszonynak a tanácsai alapján kell eldöntenie. Azt, hogy ő valakit tud -e egy életen át szeretni, hogy ezt a döntést meghozza, -e, ezt csak ő tudja eldönteni, és ezt a felelősséget senki a válláról nem tudja levenni. Nagyon káros, ha valaki ilyesfajta módon kér tanácsot az élete alapdöntéseiben. És hát amiket jósolnak az ilyen látó emberek, meg látó asszonyok, az néha egy kicsikét megmosolyogtató, talán legutóbbi alkalommal is idéztünk egy bolgár látóasszonyt, aki idei évre azt jósolja, hogy Trump elnök meg fog süketülni, és egy óriás meteorit be fog csapódni Oroszországba. Hasonlóan komolytalan jóslatok, akár a 2000. évben is elhangzottak. Nagyon fontos tehát, hogy ne ilyesfajta eh, teljesen megalapozatlan állítások alapján irányítsuk az életünket. Amíg Püspök atya, ö <kül> Az ismereteket átadta nekünk. Eszembe jutott, hogy van egy gyerekkori miniszterstársam, aki hát bizony vak uh, látó nénihez jár, és mindig elmondja, hogy milyen nehéz oda bekerülni, a mai napig uh, hívő ember egyébként, és uh, hogy a néni egyszerűen nem tud kikeveredni, ez a fiú belőle, hogy ez a néni meg tudja neki mondani, hogy mik a problémái és mi erre a megoldás, és hogy mindig elmondja, hogy neki éppen mi a baja, és, és ez tuti biztos. Mit lehet ő vele ilyenkor kezdeni? Egy ilyen ügyes látó ember, például a cigány tenyérjós asszonyok is, nem a tenyérből jósolnak. Egyáltalán nem. Az egy ürügy, hanem az embert figyelik. Az arcizmait, a tekintetét, a, a gesztusait nagyon ügyesen kérdeznek. Tehát egy, egy jó természetes pszichai vagy pszichológiai adottságuk van, és ügyesen adnak tanácsokat. Tehát lehet akár egy ilyen jó nagymamának is fölfogni őket, nyilván <coughs> nem annyira jó szándék vezeti őket, hanem akár az anyagi nyereségvágy is, de is egy ilyen fajta természetes képesség rejtőzik mögötte. Nyilván nincs mögötte más. Tehát azt gondolom ismételve a az előbb elmondottakat, hogy nagyon sokat árt a saját életének valaki, amik itt teljesen az életen nagy döntéseit kiadja a kezéből. Azt gondolja, hogy ezt helyettem valaki más meg fogja oldani. Nem így van. Isten neki szabadságot, értelmet, döntési lehetőséget adott. Az a küldetése, hogy az életét szépen, szeretetben, a fontos döntéseit felelősséggel meghozva élje végig. Nem teheti le ezt a felelősséget. Egyetlen élete van, nincsen próba élet, nincsen próba házasság. Ezt a mostani életét kell helyesen élnie, az ő felelőssége, hogy ezt a lépést, ami éppen mondjuk előtte áll egy, egy ilyen fiatalnak, ezeket a lépéseket helyesen megtegye. Az előbb is, említette Teréz anyával történt találkozását, akkor bevillant nekem még középiskolába volt egy tanárom, ő is egy hívő ember volt, és nagyon bele volt feledkezve a, a különböző fény dolgokba, tudományokba. Ő is ezzel a homeopátiával eléggé kezdett barátkozni, és egyszer megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogyha egy atya a Szent Misélbe tényleg részt vesz, akkor fényt kell kiárasztania. Hát mondtam, hogy ugye hittanórán ilyenről nem tanultunk, és ehhez én azért kicsi vagyok, nem tudok erre mit mondani, de hogyha akkor mondjuk megfelelő tudás birtokában lettem volna, mit kellett volna erre válaszolnom? Azt gondolom, hogy minden jó embernek van kisugározása, tehát ez tényleg igaz, és egy pap is, különösen amikor Szent Misét mond, nyilván egészen próbál egyé válni a titokkal, ami megjelenik általa, tehát van, sok-sok papnak van, úgy gondolom, ilyen kisugárzása. Akár Boldog Brenner János kapcsán is mondták, hogy, hogy nagyon jó érzés volt a közelében lenni. És nem is annyira a szavaival, vagy a, a hangerével, ilyesfajta szónoki fogásokkal hatott, hanem az egész lénye volt sugárzó, pozitív, tiszta. Tehát ilyesfajta kisugárzás van, nyilván ez nem, nem valami fajta a kineziológusok által látni vélt különleges energia a teste körül, hanem az Istenben való élete, ami kisugárzik másokra. Azt gondolom, mi az egyházmegyénkben szerencsések lehetünk, mert azért jó sok ilyen atya vesz minket körül. Egy picit még a kineziológiánál had ragadjak le. Van ez a kineziológiai tép tapasz, amit így össze-vissza az emberekre, így ennek nem sok köze lehet, ahogyan beszéltünk az előbbi illetve Püspök atya mondta magához, a kineziológiához, hanem csak inkább a gyógyításhoz, ugye? Reméljük. Még egy idegen szó merült fel itt a kineziológiával kapcsolatban, az a holisztika. Mi az, amit arról esetleg tudnunk kell, mit akar a valóságban? Egy görög szó, hol az azt jelenti, hogy egész, ez van benne a katolikus szóban is. Katholon azt jelenti egész szerinti, egyetemes. A teljes evangéliumot, a teljes bibliát befogadja, illetőleg az egész földre, az egész emberiséghez van küldetése a katolikus egyháznak. Gyógymódok esetében a holisztikus azt jelenti, hogy nem csak egy tünetet vagy egy, egy szervet akar gyógyítani, hanem az egész embert. Tehát egybe akarja kezelni testet, lelket, az egész szervezetet együtt, és ez önmagában egy jó törekvés, tehát valóban test és lélek elválaszthatatlan, akkor kezd ezekkel baj lenni, amikor ilyen teljesen tudománytalan, akár különböző ókori ideológiákkal megtűzelt módon teszik, és ezt képzelik, hogy különböző energiapályák vannak, azokat kell különböző helyeken eltalálni, és ez hasonló módokon. Tehát az alaptörekvés, hogy az embert gyógyítsuk, ez nagyon helyes. Csak ezt megfelelő módon kellene tenni, mind a lélekhez, mind a testhez, a megfelelő alapossággal, tudományossággal, korrektséggel nyúlni, nem pedig becsapva esetleg az embereket, vagy, vagy teljesen igazolhatatlan e, módszerek alapján. Még van néhány terület, amiről nem beszéltünk. Itt gondolok az akupunktúrára, a talpmasszázsra és az ingára. Mit tud ez az inga? Tényleg válaszol a kérdéseinkre, vagy van különbség az emberek által használt inga, inga és a mondjuk a fukó inga között? Emlékszem, már többször hallottam olyant, hogy valaki hívott egy ingás embert, és a két ilyen ellalakú bottal körbejárt a lakásban, és bizonyos vízereket méregetett ki, hogy hol van a sugárzás a szobában, és akkor ennek megfelelően helyeztek el ágyakat, szekrényeket mindent, hogy nyugodt alvás biztosítson így nekik. Van -e ennek egyáltalán értelme, van egy igazság alapja. Vagy ha az akupunktúráról gondolkodunk. Ez ugye egy őskínai kínai módszer. Egy kicsit talán hatásos is lehet. Van egy ismerősöm, aki. Egészségére. Aki az egyik fülére megsüketült, és ö, volt kórházban is, kapott egy komplett infúziókúrát, ami segített azt hiszem egy hétig körülbelül, azóta akupunktúrára jár, és hát hol segít az is, hol nem, de ő biztos benne, hogy az többet segít, mint a, a ö, orvosi gyógymód. Én, de azt gondolom, hogy mivel itt az akupunktúrával tűk, akupunktúránál tűkkel böködik az embert, azért egy kicsit fakírnak is kell lehez lenni, hogy össze-vissza engedje valaki magát megböködni. Miért ö, probléma ez a katolikus egyháznak, hogy, hogy akupunktúrát használnak az emberek, vagy, vagy inkább méretik ki a lakásukat, vagy, vagy nem is tudom, ilyen kis... Érdekes módokhoz hozzáfordulnak, hát ha jobb lesz tőlük a közérzetük. Az ingáról hadd mondjak néhány szót. Először is a Fukó inga. Ez 1851-ben Párizsban, a Panteonban függesztették föl először. Ő egy fizikus volt, aki a Földnek a forgását tudta ezzel kimutatni. Ez egy 28 kilós, tehát egy jó nehéz súlyt helyeztek erre az ingára, 67 méteres kötélre, és elkezdték lengetni, és ahogyan a föld forgott, nyilván az inga pedig a maga tehetetlenségénél fogva irányban maradt, ilyen módon mutatta ki a földnek a forgását, amit ámulva néztek abban az időben. Érdekességként hadd mondjam el, hogy a szombathelyi székesegyházban ugyanezt megcsinálták, csak nem ennyire magas kötélel, ott 30 méteres kötél volt, és szinte egy jó nehéz 30 kg körüli súly. Azonban, amiről itt szó van, az kicsit más, és ez visszamegy az ókorra. Az ókorban így hívták ezt, hogy varázs vesző, vagy mogyorófa vesző, amivel valaki ment, és főleg kincseket akartak ezzel találni. Hát a kezében tartotta ezt a veszőt, és az szerint, hogy kimozdult, az szerint gondolták azt, hogy valamit jelez valami fajta erővonalat a földben. Valójában nyilván az embernek az ujjai irányították a veszőnek a mozgását, tehát nem valami különleges erő, hanem a kezei mozogtak. Hogy pont miért, akkor nyilván lehet, hogy nem is annyira tudatosan irányította, hanem néha éppen elmozdult a, keze vagy a kezében a bot. Ha két egymástól független ingást vagy veszőst unyadarra a helyre beküldünk, akkor általában soha nem ugyanazt az eredményt mutatják ki. Tehát nincsenek vagy nincsenek egy objektív, mérhető eredménye. Az természetesen igaz, hogy vannak olyan helyek, például van olyan épület, amely valami miatt, vagy egy olyan helye az ágynak, ami nagyon egészségtelen. A vízcsövek, például a vízvezeték a falban, vagy a egy, egy ember ágya alatt az tud egészségügyi problémát okozni. Vagy van olyan fajta beton vagy azbest anyag, például a kohókból kivett anyagok is néha nagyon ártalmasak az emberre, és majd az illető ember ezt érzi, is, és ha az ágyát átteszi egy másik szobába, akkor lehet, hogy sokkal jobban érzi magát. Sőt, van, amikor egy egész lakásról kiderül, hogy nagyon-nagyon eh, egészségtelen. Tehát ilyesfajta eh, jelenségek valóban vannak. Az egészben, hogy különböző erők lennének a földben, vagy erővonalak, és ez szerint kellene az életünket irányítani, és bizonyos helyeket elkerülni. Ebben van egy nagyon ősi babonás félelem is. Afrikában például, én jártam, ott nagyon hittek a szellemekben, és ebben is, hogy vannak bizonyos helyek, meg utak, például az erdőben olyan helyek és olyan utak, ahol szellemek járnak, és oda nem szabad lépni. Tehát ez egy ilyen ős emberi irracionális félelem különböző láthatatlan erőktől, amelyeket jobb elkerülni. Szintén azt gondolom, hogy inga alapján fontos életdöntéseket nem szabad hozni. Viszont, ha az ember nagyon rosszul érzi magát az ágyában, annak lehet, hogy van valami oka, azt nem az ingással kellene megvizsgáltatni, hanem más dolgokat lenne érdemes ott végig gondolni, például a vízcsöveket, de akár, hogy milyen anyagból épült az a ház. Akupunktúra kapcsán. Ez egy latin szó, akus azt jelenti, hogy tű, a punktúra pedig az értelemszerűen szúrást jelent. Ez egy nagyon ősi gyógymód, ami Kínából ered Krisztus előtti második században, tehát nagyon ősi időkben már leírják ezt a gyógymódot. A kínai leírások szerint a testben különleges energiák áramlanak. Ezt az energiát úgy hívják, hogy ki kínaiul, és azt mondják, hogy különböző pályákon futnak. Ezek az energiák ezt le is rajzolják az emberi testen, hol vannak ilyen energiapályák, és a pályán levő pontokat kell megszúrni. Ez főként a talp, tenyér, fül, hát, ezeket a pontokat keresik leginkább, de néha másut is. Nem feltétlenül tűvel szúrják, hanem lehet nyomkodni, és ezt úgy hívják, hogy akupresszúra, vagy lehet melegíteni is azt a pontot. Megint csak igazán, amellett, hogy nyilván, ha az embernek a testét például masszírozzák, az nyilván vérkeringés segít, tehát sok pozitív folyamatot el tud indítani. De ezen túl igazi orvosi hatását nem tudták ennek se kimutatni, ennek is inkább placebo hatása van. Ártalma nincs. Európában kb. 80 ezer orvos van, aki ilyesmit alkalmaz. Tehát ez egy nagyon elterjedt módszeré vált.